Órabeosztásokkal és rögtön tanórákkal kezdődött a hét jó pár zeneiskolás számára, mert bár vége az iskolai tanévnek, a művészeti iskolában napközi zenetábor zajlik a héten. Az elsődleges célja az, hogy kamarazenével foglalkozzunk, tehát olyan kamaracsoportokat hozunk létre, amelyeket tanév során nem nagyon tudunk, mert a gyerekek nagyon elfoglaltak, és nagyon nehéz őket ilyen csoportokba összeállítani. Itt viszont lesz lehetőség egész héten, és azt büszkén mondhatom, hogy minden tanszakról jelentkeztek. Valahonnan kevesebben, valahol többen, de minden tanszak így meg tudja magát mutatni, és minden tanszakon tudnak kamaracsoportokat létrehozni. Egy-egy régi zenetábor alkalmával is egy előre felépített terv alapján haladtak, melyben a kötelező tanórák mellett a gyerekeknek szabadidő is bőven járt, és így van ez most is. Ugye 8:30-tól jöhetnek a táborba, 9 órakor már elkezdődnek a tanórák délig, és aztán délután van egy pici szabadidejük, ahol egy kicsit lazíthatnak, uzsonnáznak, fagyiznak, süteményeznek, mindenféle földi jóval azért ellátjuk őket délután folyamán. És vannak kötött programok ezen kívül, az órákon kívül, tehát koncertek. Most tegnap például volt növendékeink, játszottak itt, Greksa Hanna fuvolázott, és Németh Tamás marimbázott, az is egy nagy élmény volt, ugye ez ritka hangszer. A mai napon pedig egy igazán izgalmas jazzkoncert volt a fő program, ahol a már jól ismert Voice and Bass Duo, azaz Lakatos Ágnes és férje, Csuhay Barna Tibor muzsikált a gyerekeknek, de nem ám csak ketten, hiszen hoztak magukkal egy meglepetés vendéget is. Kell mondjam, hogy nagyon örülök, hogy idén most már több egyi harmadjára, nem is tudom, negyedjére találkozunk. Ez az EFOP pályázatnak a keretében jött létre a mai kis koncertünk, és holnap pedig egy workshop, ami azt jelenti, hogy itt a táborozó gyerekekkel, a kamarazenei tábornak a lakóival, növendékeivel fogunk egy ilyen kis közös improvizációs gyakorlatot tartani. Ennek a pályázatnak az a célja, hogy a vidéki iskolákba koncerteket, előadásokat tartsanak, nem csak klasszikus, hanem jazz és népzenész tanárok és előadó művészek. A Voice and Bass nagy ügyet vetett a repertoárjukból ideillő dalaik kiválasztására is. Azért most egy kicsit jobban átgondoltuk, hogy azért itt azért kisgyerekek vannak, szóval azért nagyon a modern jazzzel nem szeretnénk itt előjönni, inkább mainstreamet szeretnénk játszani, de már van olyan gyakorlatunk abban, hogyha most látom, hogy a kedves tanulók esetleg unják, vagy nem tetszik, ne, azért mégiscsak ez egy különleges formáció, tehát azért ez nem egy hagyományos, akkor közben van akkor a repertoárunk, hogy tudunk közbe változtatni. Thank you.